sajnálattal és szomorúan vettem tudomásul azt, hogy a kormány és konkrétan Orbán Viktor miniszterelnök úr semmilyen javaslatunkat, a Mi Hazánk Mozgalom frakciójának benyújtott javaslatait, vagy akár a nyílt levelemben foglalt javaslatok közül semmit sem tartott arra méltónak, hogy azt a kormány megfogadja. Nem tudjuk elfogadni azt a választ Orbán Viktortól például, hogy azért nem hajlandó a kormány vagyonadót kivetni a 100 leggazdagabb magyarra, mert hogy ehhez vagyonkatasztert kellene készíteni, akkor, amikor éppen a napokban szembesülnek a magyar polgárok azzal, hogy népszámlálás ürügyén egészen elképesztő információkat kérnek akár a lakhatási körülményeinkről, vagy az ingatlan vagyonunkról. De nyilvánvalóan Orbán Viktor válasza arra vonatkozott, hogy a kormány továbbra is védi az oligarchákat, továbbra is védi a multikat, hiszen arra a felvetésünkre sem kaptunk elfogadható választ, hogy vajon, amikor a kormány azt mondta, hogy munkahelyteremtő beruházásokat fog csak támogatni, akkor az vajon a globális nagyvállalatokra vonatkozott-e. Éppen amikor erről vitáztam Orbán Viktor miniszterelnökkel a parlamentben, azon a napon Szijjártó Péter boldogan jelentette be, hogy újabb milliárdokkal támogatják az Audit Magyarországon, tehát ez világos jelzés volt a kormány részéről, hogy a Mi Hazánk Mozgalom javaslatait nem kívánja megfogadni, ehelyett továbbra is a globális nagyvállalatokat támogatja, és továbbra is a magyar KKV-szektorral és a magyar dolgozókkal akarja megfizettetni annak a krízisnek az árát, amelyet a politika okozott. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy továbbra is tiltakozzunk ez ellen a kormányzati iránymutatás ellen, ugyanis nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy a krízis, a mesterséges krízis haszonélvezői továbbra is megússzák a közteherviselést, mint ahogy azt sem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy nemzeti konzultációra van pénz, olyankor nem sajnálják a milliárdokat, miközben teljesen világos, hogy a kormány már eldöntötte azt, hogy milyen lépéseket fog tenni. A konzultációt a döntések után szokták megtartani, ezért a Mi Hazánk Mozgalom a nyári tüntetések után október 24-től visszatér az utcákra, ami elsősorban azt jelenti, hogy például flashmobok vagy különböző performanszok keretében fogjuk megmutatni azt, hogy a kormány milyen intézményeket zár be, milyen szolgáltatásokat állít le, ahelyett, hogy a globális nagyvállalatok támogatását, vagy például a teljesen fölösleges és eddig szinte mindig ellopott roma programokat állítaná le. Ezeket fogjuk majd megmutatni performanszok, flashmobok keretében, illetve félpályás útlezárásokkal kezdünk október 24-től kezdődően, és nagyon szeretnénk, hogyha a javaslataink közül akár a rendszerhasználati díj csökkentése, az áfa csökkentése az energiaszámlák esetében, tehát hogyha ezek közül a javaslataink közül legalább egyet a kormány megfogadna, ezért mivel a parlamenti lehetőségeink kimerültek, hiszen a kérdésemre Orbán Viktor, még egyszer mondom, teljesen egyértelműen kijelentette, hogy a javaslataink közül semmit, tehát sem a rendszerhasználati díj csökkentését, eltörlését, sem az áfa csökkentését a rezsi számlák esetében nem támogatja a közteherviselést, továbbra is a globális nagyvállalatokat akarja segíteni a magyar KKV-szektor és a dolgozók helyett, és miközben az oligarchákat védi, amikor azt mondja, hogy nem szeretné az emberek vagyonát felmérni, a közben a népszámlálás ürügyén valójában pontosan ezt teszi a polgárokkal, ezzel egyértelművé tette, hogy az oligarchák védelme miatt nem akarja a mi javaslatainkat elfogadni, ezért vonulunk tehát az utcára, és kezdődik október 24-től az előbb említett flashmobokkal, performanszokkal, félpályás útlezárásokkal az a nyomásgyakorlás, ami remélhetőleg majd eredményre vezet, ha már a parlamenti keretek között a Fidesz nem hajlandó velünk érdemben kommunikálni.